Az Agrárminisztérium már dolgozik azon a törvényjavaslaton, amely a földadó eltörlését célozza, és amelyre a gazda szervezetek kérték fel a kormányt, miután Márki-Zay Péter Hódmezővásárhelyen kivetette ezt az adóformát, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda. A stúdióban Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarország a néppárt elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Földadó. Azt mondta, hogy a Gulyás Gergely múlt héten, hogy csak most vetettek ki az önkormányzatok földadót, az Agrárminisztérium pedig egy közleményben tudatta, hogy már dolgoznak ennek az adónak az eltörlésén, megtiltásán. Egészen pontosan, ha megengedi, idézem egy mondat ebből a közleményből. A földadó kivetésének megtiltására a gazdaszervezetek kérték fel a tárcát, miután Márki-Zay Péter, ön a baloldal korábbi miniszterelnök jelöltje, földadót vetett ki, és egy 120 ezer aláírás tartalmazó petíciót is átvettek ezektől a szervezeteknek. Hódmezővásárhelyen mióta van ilyen adó pontosan? Hát most idén lenne először. Nyilván én azt gondolom, hogy ha nem visszamenőlegesen lenne. Ha nem visszamenőlegesen törlik el, akkor idén lesz, és akkor valószínűleg jövő évre eltörlik. De azért néhány dolgot pontosítsunk. Ugye az egyik az, hogy a gazdaszervezetek tiltakoztak. Azok a gazdaszervezetek, amelynek az alelnöke polgármesterként, vagy alpolgármesterként Hajdúnálláson éppen most duplázta meg a náluk már régen meglévő földadót. Polgármester. Hódmezővásárhelyen Lázár János javasolta még 2016-ban a földadó bevezetését, aki a parlamentben is megvédte, amikor az ellenzék támadta a földadó ötletét. De nagyon fontos elmondani, hogy a gazdák nem fizetnek földadót, ezt csak azok, akik bérbe adják. Például a Lázár Jánosnak, ha vannak strómanjai Hódmezővásárhelyen, ők valószínűleg fizetnek földadót, a gazdák nem. És mi vagyunk az egyetlen, kb. 136 fideszes város, település vetett ki földadót eddig. Hódmezővásárhely az egyetlen, amely most bevezeti, de nálunk rendeletben rögzítettük, hogy 100%-ban a szegények között osztjuk szét az ebből befolyó, várható, mint egy 80 millió forintot. Pont azt akartam kérdezni, hogy mennyi ez a bevétel valószínűleg, tehát 80 millió. 80 millió. Ez ahhoz képest jelentéktelen összeg, hogy mi 5 évvel ezelőtt mintegy 600 millió forinttal csökkentettük a vásárhelyekre kivetett, korábbi fideszes vezetés által kivetett ingatlanadót, építményadót, de ez az összeg ez teljes egészében, az első fél évben a rezsitámogatásokra, a másik fél évben meg a kis, másik fél évben a kisnyugdíjasoknak megy. Jó, hát ez valószínűleg nem lesz, mert a minisztérium azt mondja, hogy azon vannak, hogy eltörőjék ezt az adót. A kormány elvárása, hogy az önkormányzatok növeljék a bevételeiket, hogy gazdálkodjanak jól, bánjanak jól a pénzzel. Milyen eszköze van most egy önkormányzatnak arra, hogy növelje a bevételeit? A földadó valószínűleg, ahogy mondtam, nem lesz köztük. Igen, hát ez volt az utolsó lehetőségünk, mi is azért folyamattunk ehhez, hiszen amikor végignéztük, hát még az evadót nem vetettük ki, de a földadó volt az, amelyet a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, TÖOSZ, a figyelmükbe ajánlott a tavaly októberi szarvasi gyűlésén, de ők akkor az egész országot bejárták, mindenütt ezt ajánlották a polgármestereknek, nyilván sokan éltek is vele. Általában az önkormányzatok saját bevételeit a kormány már elvette. Volt annak idején személyvedelemadó, volt gépjárműadó, idegenforgalmi adó, ezeket mind elvette a kormány, és központilag osztja el a pénzt. Nyilván Hódmezővásárhely az egyetlen olyan megyei jugváros, amely nem kapott rezsitámogatást az idén, tehát mi egy 25%-os infláció mellett nem több pénzt kaptunk a kormánytól, hanem kevesebbet, mert a szolidaritási adókat... És akkor miből csinálják meg az okosvárost? Itt szót ejtettünk pont a beszélgetés előtt két mondaton. És hadd osszam meg azt a büszkeségemet, hogy a mai napon szerintem Vásárhely lett az első olyan magyar önkormányzat, ami előfizetett a mesterséges intelligenciára, a ChatGPT alkalmazásra, miután már teszteltük, és hatékonyan segítette a munkatársainknak a munkáját. Hogy ezt jelenti az okosváros? Például. De van okoszebránk is, van QR-kódos online emléktábláink, több mint 500 épületen vannak már emléktáblák, és ezek egy QR-kód, amit telefonnal le lehet olvasni. És mire használják az önkormányzatok? Például megkérdezik ettől, hogy milyen bevételeket lehetne még előteremteni. Így van, és ez valószínűleg okos válaszokat adna erre. Természetesen egyelőre még ez az okos alkalmazás, a mesterséges intelligencia, ez csak segíti a munkatársaink munkáját, nem fogja helyettük elvégezni ezt a munkát, de panaszok kivizsgálásától kezdve a beadványok szerkesztéséig, levelek megírásáig nagyon sok mindenben segít. Tehát én adminisztratív dolgokban is. Nem csak adminisztratív, tehát például most, amikor megreklamáltuk azt, hogy az egyházi intézmények az általunk nekik bérbeadott vagy ingyen használatba adott épületeket kárpótlás nélkül tulajdonba vegyék, akkor a reklamációnkban például a mesterséges intelligencia szedte bele az Európai Uniónak az alapjogi chartájából azt az idézetet,
ami az egész Európai Unióra érvényesen tiltja meg a kárpótlás vagy kártlanítás nélküli kisajátítást. Tehát nagyon sok mindenbe, beadványok, panaszok kezelésében, nagyon sok mindenbe segítés. Egy picit más, amikor utoljára itt volt nálam, ez február vége volt körülbelül, akkor kérdeztem arról, hogy elakadt a pártalapítása, pontosabban ugye elindították a bejegyzést, de azt mondta, hogy megtámadta ezt az ügyészség. Azóta mi történt? Tehát azért eltelt már egy kis Az elsőfokú bíróság jóvá hagyta, utána a Polt Péter féle ügyészség megtámadta ezt, a szegedi másodfokú bíróság az ügyészségnek a keresetét majdnem minden egy kivételével az összes ponton elutasította. Tehát azok a kifogások, amelyeket az ügyészség támasztott és amelyet nem engedte a pártot bejegyezni, egyetlen egy adminisztratív kivétellel mindegyiket visszadobta a bíróság, tehát erre hivatkozva nem lehet megakadályozni a párt bejegyzését, azt az egy-egy hiánypótlással fogjuk tudni kezelni, úgyhogy remélem, hogy hamarosan bejegyzésre kerül a párt. De ezt mikor kezelik, vagy amit módosítani kell? Van. Ezek abszolút egy dátumnak az elírása, ha jól emlékszem, de ezek abszolút adminisztratív kérdések. Azért kérdezem, mert annó azt mondta, hogy májusban tartanák az alakuló közgyűlést, ezt el kell tolni, vagy megtudják? Ezt el kell tolni, igen, mert most még azt látjuk, hogy itt akár 30-60-90 napok is átfutási időként jelenhetnek meg. Én mégis azt tartom a legfontosabbnak, hogy ne egy pártállam ügyészsége, politikai irányítás alatt álló ügyészsége dönthesse el, hogy kik indulhatnak egy magyar választáson, vagy Európai Uniós választáson. Pár villámkérdést engedjen meg a végére. Az EP választáson indul-e a párt? Igen, mindenképpen ez a cél megint, ha nem akadályozzák meg. Nyilván, hogyha a hatalmat zavarja, akkor meg tudja akadályozni. Külön listá, valahogy a többi ellenzéki Igen. párt? Az európai parlamenti választáson semmilyen hátránya nincs annak, hogyha mindegyik ellenzéki párt külön-külön indul. Van-e már listavezetőjük? Ugye a többi nincs párt még. Sorra bejelentette. Igen, és itt megint csak pontosítanom kell, nagyon kedvesen, amikor felkonferált, most nem polgármesterként, hanem már pártelnök, ugye ilyen párt még nincs. Tehát semmiképpen nem egy pártnak az elnökeként vagyok itt. Nincs ez bejegyezve ez a párt. De igen, hogyha engedik és nem gördítenek akadályt elé, akkor lesz egy olyan, Európai Néppárthoz tartozó párt, amely következetesen fog kiállni a... Ön tudja már, hogy ki lesz a listavezető, vagy nem tudja még? Az önkormányzati választásokra milyen stratégiával készülnek? Ön például újráz-e? Igen, természetesen ez a terv, úgyhogy nagyon szeretnék, én készülök rá. Őszintén szóval a vásárhelyeknek már nagyon sok mindent, nem csak az okosváros koncepcióval, hanem adócsökkentéssel, jobb szolgáltatásokkal. Most éppen szintén egy telefonos applikáció lehet majd bejelenteni kártyúkat, már most is azt szerint adjuk ki az alvállalkozónak, és azt szerint dolgozza fel. Egyszerűen hatékonyabbak vagyunk, kevesebbe kerül, és jobb minőségben szolgáltat a város. Vásárhelyek szavaztak a KSH által végzett felmérés szerint is a legelégedettebbek voltak a környezetükkel a megyei városok közül. Na de arra nem válaszolt, hogy milyen stratégiával indulnak. Az ellenzékkel összefogva, együttműködve vagy külön? Mi azt javasoljuk egyébként, egyre több ellenzéki párt is ezt javasolta, mint amit a Mindenki Magyarországa mozgalom, hogy a Jászberényi modell szerint, vagy a Hódmezővásárhelyi modell, hiszen mi így indultunk tehát korábban amit a Jobbik vagy Karácsony Gergely civil szervezet, javasolt. Helyi lokálpatrióta civil közösségek induljanak, nekik van a legnagyobb esélyük, hogy helyi emberek, helyi civilekre fognak leszavazni. Lehet ebbe pártag bárki, de azt gondolom, hogy a helyi politikában nem az országos és pártpolitika a meghatározó, hanem ki tudja a városát okosabban, bölcsebben, gazdaságosabban fejleszteni, nem ellopni, hanem okosan szolgáltatni. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Most pedig jön a mai téma Lampi Ágival. Szervusz Ági, kik jönnek hozzád. Szervusz György, jó estét kívánok. Hát nálunk is külpolitikáról lesz szó, mert hogy pattanásig feszült az amerikai-magyar viszony, és bármikor tovább romolhat az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata, még soha nem volt ennyire rossz és kritikus a helyzet. Ezt állítják a HVG cikke szerint diplomáciai források. A viszony pedig talán még a 2014-es kitiltási ügynél is rosszabb, és ahogy ti is beszéltetek róla, a 444 pedig ugyancsak diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy felmerült, hogy a 2014-es kitiltásokhoz hasonlóan szankciót vetnek ki befolyásos személyek. Hogy a Davis Pressman amerikai nagykövet holnapra sajtótájékoztatót hívott össze, és a lap szerint akár ezeket a szankciókat is bejelentheti. Az amerikai nagykövet érkezése óta egyébként többször is egymásnak feszült már a magyar kormánnyal, közben az ukrán és orosz hadsereg állapotáról is szivárogtak ki titkos jelentések. Az Economist értesülése szerint egyébként az Egyesült Államok magyar vezetőket is lehallgatott, úgyhogy van témánk bőven, és akkor mondom a vendégeket is, itt lesz Kaiser Ferenc, Brennel Kolman és Gyarmati István, úgyhogy izgalmas lesz az adás, és már is kezdjük is.
Köszönjük, Ági. Most tehát nézzék a mai témát Lampi Ágival és vendégeivel, holnap reggel pedig 6:30 start. Érkezik majd Varjú László, a Demokratikus Koalíció alelnöke, a bérekről lesz szó, aztán Csárdi Antallal, az LMP képviselőjével az akkumulátorgyárak építéséről beszélgetnek majd, utána pedig Balogh László és Koi László az ingatlan árak csökkenéséről és az építőipar helyzetéről beszélget. Nézzék holnap reggel a startot, holnap este pedig minket várom majd önöket. Viszontlátásra!